Járdafelújítás a városban, infrastruktúrális fejlesztés Karcagon, huszár bemutató a múzeumparkban, büntető fékezéssel veszélyeztette több ember életét. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 12-én 18 óra 5 perckor. Megkezdődtek a járdafelújítási munkálatok a 6-os számú egyéni választókerületben. A részletekről Karcagi Nagy Zoltánt, a körzet önkormányzati képviselőjét kérdeztük. Ahogyan a képviselő elmondta, a beruházás a belügyminisztérium által kiírt pályázat része, amely az önkormányzati feladatellátás segítő fejlesztések támogatásáról szól. Jelenleg itt vagyunk a 6-os számú választókerületben, a Baross utcán. Itt mennek a járda felújítások, hiszen a belügyminisztérium pályázatot írt ki az önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatására. Ezen a pályázaton több mint 36.300.000 forint fölötti összeget nyert önkormányzatunk. Tulajdonképpen ez egy 2018-as pályázatnak a folytatása. Itt a Baross utcát érinti, több más útvonallal egyetembe, a városba, minden körzetbe jut ebből a járdafelújításból. Itt a Baross utcán 300 méter hosszúságban újul meg a járda, folytatásaként a Mészáros utcától kifele a Vasút utcáig, hiszen a Mészáros utcáig már a 2018-as pályázatot követően megtörtént a járdafelújítás. Itt erről azt kell tudni, hogy a járda szegélyt kap és aszfalt burkolatot kap, úgyhogy jelentős mértékben az adott útszakaszoknak a járda minőségét ezzel tudjuk javítani. A munkálatok néhány héten belül befejeződnek. A nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság a terület és településfejlesztési operatív program iparterület infrastruktúrális fejlesztése című pályázat keretében 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként meglévő csarnok felújítására kerül sor. A nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság a terület és településfejlesztési operatív program TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00-10 azonosítószámú iparterület infrastruktúrális fejlesztése című pályázat keretében 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült. A fejlesztés eredményeként meglévő csarnok felújítására került sor. A nagykunsági környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság sikeres pályázatot nyújtott be a terület és településfejlesztési operatív program TOP-1.1.1-15 felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra, amelynek eredményeként a 120 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás jelentős mértékben hozzájárult a meglévő csarnok felújításához. A fejlesztés eredményeként az iparterületen lévő csarnok felújítására került sor, a hozzá kapcsolódó szociális blokk, illetve irodák kialakításával. Ezen kívül beszerzésre került egy új tehergépjármű mosóberendezés. A fejlesztés lehetővé tette új vállalkozások betelepülését. A fejlesztések eredményeként cél a versenyképes és növekedésre képes vállalkozások fejlesztése és új piacokra, illetve egymás piacaira történő bevezetése a karcagi kistérségben, valamint egy jelenleg a térségben hiányzó tevékenység bevezetése. A projekt 2017. szeptember 6-án indult, és a terveknek megfelelően 2021. december 31-ig megvalósult. A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően a csarnok felújításával a környezetvédelmi területfejlesztési és szolgáltató korlátolt felelősségű társaság megújult környezetben látja el feladatait. Földváriné Simon Ilonával, a Református Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk a huszár bemutatóról. A gyerekek nagyon örültek a lovaknak és lovasaiknak, ilyet nem minden nap látnak. A lovasok a gyerekeknek bemutatóval készültek, utána pedig a kicsik közül jó néhányan beálltak a sorba, és mint a huszárok meneteltek, huszárcsákóval a fejükön. Ezt minden évben megszoktuk tartani a gyerekek, nagyon
szeretik, nagyon kedvelik, és én azt gondolom, hogy méltó módon emlékezünk gyakorlatilag március 15-e hagyományaira. És ami most új dolog volt, ami újszerű volt, hogy meghívtuk ide az iskolába a lovas huszár bandérium néhány tagját. Azt is örömmel hozzáteszem, hogy hát elsősorban szülők jöttek el, nem jött el mindenki, ugye dolgoznak, illetve volt diákunk, és ugye megszervezték, eljöttek, nem az iskolába, hanem 9 órakor találkozás volt a múzeum előtti téren, és ott felálltunk, és ott vártuk tulajdonképpen a lovakat, illetve a lovasokat. Hát megérkeztek, nagyon nézték a gyerekek, nagyon örültek, azért ilyet nem mindig látnak, nem minden nap és nem minden évben nézték. Aztán a lovasok nagyon felkészültek, gyerekeknek bemutatóval készültek, lépegettek a lovak, emelgették a lábukat, nagyon ügyesek voltak, és utána pedig a kicsik közül jó néhányan beálltak a sorba, és hát mint a huszárok, meneteltek, mint igazi huszárok. Azért mondom, hogy igazi, majdnem igazi huszárok, mert nagyon sok huszár csákót hoztak magukkal, és fiúknak a fejére tették, és hát nagy volt a boldogság, mindenki ment, mindenki lépegetett, és mindenki nagyon jól érezte magát. Ezt követően pedig visszamentünk a tornaterembe, és ott a program, a projekt tovább folytatódott. Mindenki nagyon jól érezte magát, a program a tornateremben folytatódott. Ott a Pilvax kávéházat elevenítették meg a márciusi ifjakkal. Pilvax kávéházat elevenítettük meg, illetve benépesítettük a kávéházat. A márciusi ifjakkal fotókat nézegettünk, és hát ugye erről beszélgettek a tanítónénék. Nem sokat nyilván, mert nem ez volt a cél. Nagyon szeretik a gyerekek a projektnek azt a részét, amikor Táncsics Mihályt kiszabadítják a börtönből. Ez minden évben, ez nagyon tetszetős dolog, és amellett, hogy tetszetős, ugye hát tudnunk kell, hogy ráadásul igaz is volt. Na most azt is tudni kell, hogy előzetesen a pedagógusok mindig felkészítik a gyerekeket, tehát készülünk ennek a projektnek a megvalósítására, mindig felkészítik, és én azt gondolom, hogy illetve hát reménység szerint a gyerekekben azért marad meg valami érték, ami tulajdonképpen a cél. Na most az általános iskola az 9 órára ment ki a múzeum parkba, de az óvodásokat is meg kell említenem, ők pedig 10 órára jöttek ki, és hát ugye ők is nézték a lovasoknak a bevonulását, felvonulását, ők is meneteltek, huszár sapkát kaptak, tehát ez a program megismétlődött a kicsi óvodások körében, és hát a kicsi gyerek fején a nagy huszár sapka, nagyon aranyosak voltak, és köszönjük szépen a huszár bandérium tagjainak, elsősorban ugye a szülőknek, akik ezt bevállalták, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, és gondolkodunk, hogy jövőre is legyen valami újszerű, legyen valami más, hogy le tudjuk kötni a gyerekeket, és azt tapasztaljuk, hogy ha van ilyen újszerű, amihez tudja a gyerek kötni, például ugye most március 15-ét a nemzet ünnepet, hogy felvonulnak a huszárok, akkor ez úgy látványos, ugye vizuálisak vagyunk, felnőttek, gyermekek, és jobban megmarad bennük.
Másnap az óvónők szervezésében a Nagykun Honvéd banda tagjai bevonultak a Talentum óvodába, és a katonadalokkal nagy hangulatot csináltak a kicsiknek. Az óvónők szervezésében, hát ilyen sem volt, meghívást kaptak a Nagykun Honvéd banda tagjai, szép számmal eljöttek, felvonultak a Talentum óvodába, és hát húzták a katonadalokat, nagyon nagy hangulatot csináltak, csinadratta, ahogy ez kell, úgyhogy nézték a gyerekek, mi is itt hallgattuk, ez kimondottan az óvodának volt a projektje, pontosabban annak egy része, úgyhogy a zenekar tagjainak is szeretném megköszönni, hogy első szóra igent mondtak, jöttek és bevállalták ezt a szép alkalmat. Büntetőfékezéssel okozott balesetet egy karcagi férfi. A férfi büntetőfékezéssel veszélyeztette saját gyermeke és a másik autó sofőrjének életét is. A szolnoki járási ügyészség közúti veszélyeztetés büntette és rongálás vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki Karcagon vélt közlekedési sérelmét ütközést eredményező büntetőfékezéssel torolta meg, és ezzel egyaránt veszélyeztette mellette ülő gyermeke és a másik megleckésztetett sofőr életét, tájékoztatta televíziunkat a Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség. A vádirat szerint a 45 éves karcagi férfi 2021. július 7-én kora délután Karcag lakott területén személyautóval közlekedett, mellette a jobb első ülésen biztonsági gyermekülésben utazott 6 éves kisfia. A férfi a Rákóczi út kereszteződésében kialakított körforgalomhoz érve úgy ítélte meg, hogy neki lett volna elsőbsége az elébe haladó másik autót vezető hölggyel szemben. Emiatt érzett dühében a körforgalmat elhagyva átlépte a járművével a záróvonalat, áttért a szemközti forgalmi sávba és megelőzte a sértett autóját, majd 2-3 méterrel előtte haladva hirtelen, forgalmi ok nélkül kizárólag azért, hogy megleckésztesse, fékezett. A hölgy is fékezett, azonban az ütközés már nem tudta elkerülni. Autójának homlokfali részével 35 km/órás sebességgel a vádlott által vezetett gépkocsi lökhárítójának ütközött. A vádlott a büntető fékezéssel veszélyeztette saját gyermeke és a másik autó sofőrjének életét, valamint az édesapja tulajdonában álló autóban 128 ezer forint kárt, a sértett autójában pedig 105 ezer forint kárt okozott. Az ügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtön és pénzbüntetés kiszabását, valamint azt is indítványozta vádiratában, hogy a bíróság véglegesen tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől, mert veszélyt jelent a közlekedésben résztvevők életére, testi épségére. Az ügyészség indítványáról a karcagi járásbíróság dönt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!